Székesfehérvár önkormányzata jelenleg 11 óvodát tart fenn 20 telephelyen, összesen 3284 férőhelyjel. Jelenleg 120 csoportban 2746 az összes felvett gyermekek száma, azaz 538 üres férőhely van. Folyamatos problémát jelent a munkaerőkérdés is. Az óvodákban a hiányzó óvodapedagógusok miatt az ellátást több helyen pedagógiai asszisztensekkel és nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával oldják meg az intézmények. Mindezekre tekintettel a közgyűlés április 29-i ülésén tárgyal az óvodai hálózat átalakításáról. Az előterjesztés a Rákóczi utcai óvoda Iből Miklós lakótelepít tagovodáját érinti. Szeptembertől új beiratkozásra nem lesz lehetőség, de a 2022-2023-as nevelési évben még óvoda köteles gyermekek továbbra is az intézményben maradhatnak. A javaslat szerint a tagóvoda 2023. augusztus 31-éig működik. Megvizsgálva az intézményinket az induló csoportokat, a munkerő kérdéseket arra jutottunk, hogy az Ibrita az az intézmény, amely 2023. augusztus 31 jel ilyen módon befejezi működését. Az idei nevelés, illetve a következő nevelésében még a 67 gyermek, aki oda járt, természetesen folytathatja óvodai ellátását, biztosítjuk számukra az Ibitagovodában, viszont azt követően egy csoportnyi gyermek pedig már majd a Ligetsori óvodába fog átmenni majd 2023. szeptember 1-ével. A tervek szerint az autizmussal élő gyermekek számára működtetett óvoda költözik az ingatlanba. Ők régóta a helyhiányjal küzdenek, és fontos szülői igény a megfelelő körülmények közötti elhelyezés biztosítása. A jelenleg az Ibből Miklós lakótelepi tagovoda körzetébe tartozó utcák a belvárosi Brunswick Teréz óvodához, a Felsővárosi óvodához, illetve a Ligetsori óvodához kerülnek át. Erről és az óvodai beiratkozás időpontjáról a Humán Közszolgálati Szakbizottság dönt majd.